Debrecenben is új telephelyel örvendeztette meg a környékbeli gazdálkodókat az Axia Kft. A barna mezős beruházással épült értékesítési és szolgáltatási pont külön öröm a város lakóinak és az ipar területen dolgozó közel 30 főnek is. Az avató ünnepségen tiszteletét tette Cerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára is, aki elismerő szavakkal köszöntötte a fejlesztés megvalósulását. Egy beruházás avatása önmagában is egy nagyon jó dolog. Számomra legkedvesebb, hogyha ez a mezőgazdasághoz kapcsolódó beruházás. Természetesen elfogult vagyok, de talán ezzel a jelenlevők többsége is így van. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen fejlesztéssel nem csak a tulajdonosok gyarapodnak, nem csak az itt dolgozók örülhetnek, hanem a debreceniek, a környékbeli gazdálkodók, sőt az egész ország mezőgazdasága. Tehát egy színvonalas mezőgazdasági gépforgalmazás nagyon fontos, és hogyha az Axiáról beszélünk, úgy gondolom, hogy ez a színvonalas jelző az helytálló. Legutóbb, amikor az Agromas Expo volt, ugye az Axiál ott is részt vett, nagyon nagy volt a kínálat, és hát külön gratulálok ahhoz, hogy a kiállításon nagy díjat és külön díjat is nyert az Axiál. Ez mutatja azt, hogy ebben a vállalkozásban, amely egyébként ugye hazai tulajdonú 100%-ban, ami külön említést érdemel, kiváló munka folyik, és én bízom benne, hogy ez a beruházás is, meg a többi is, ami eddig megvalósult, meg ami még ezután fog megvalósulni, segíteni fogja a munkájukat, és ezen keresztül a magyar mezőgazdaság, a magyar vidék fejlődését. Én ehhez kívánok mindenkinek jó erőt és egészséget, és gratulálok a beruházáshoz. Harsányi Zsolt, az Axia Kft. Ügyvezető tulajdonosa kiemelte a debreceni telephely jelentőségét, és örömmel adta át a dolgozóknak az új épület együttest és a szervízcsarnokot. 2001 óta vagyunk itt a Debrecenben, eddig 13 éven keresztül bértelephelyen voltunk, a városnak a másik részén, és akkor is már látszott, hogy egyre inkább a gépek egyre nagyobbak lesznek, nem tudnak bejönni a város közepére, ki kellett költöznünk egy kicsit kijebb a városba, olyan helyre, ahol egyszerűen be lehetett jönni ezek az óriási traktorokkal, kombájnokkal, és azért találtuk ezt a telephelyet, ez közel van az autópályához, és közel van a város széléhez is, tehát a mezőgazdasági gépek be tudnak jönni. Itt eddig is sokan dolgoztak Debrecenben, 25 alkalmazottunk volt, jó része a szervizben dolgozik, tehát szervizszerelő, illetve az alkatrész üzletágnál is nagyon sokan dolgoznak. Itt vagyunk Debrecenben, ez az elmúlt 3 évben az 5. új telephely, amit átadunk, ez egy barna mezős mezőházás. Itt előtte egy régi téglagyár volt, ennek egy épület részét vásároltuk meg, amit lebontottunk, és ide építettük tulajdonképpen ezt a több mint 2 hektáros területre az új telephelyünket. 2 épületből áll, ahol most vagyunk, ez az alkatrész üzletág. Itt mögötte van egy alkatrész raktár, fönt az emeleten a finanszírozása és a gépes kollégáknak van egy-egy iroda fönntartva, és egy másik teljesen különálló épület, ami műhelyként funkcionál, ahol a műhelyszerelők dolgoznak. Hajdúbihar, azt el kell mondani, egy erős terület, és viszonylag kevés domb van rajta, illetve erdőből sem igazán van. Tehát itt kvázi minden a mezőgazdaságról szól, ezért az alkatrész üzletágnál is sokan dolgoznak. Emellett van finanszírozással foglalkozó kollega is, van ugyanúgy, mint minden másod gépértékesítő kollégák is, és összesen a csapat több mint 25 fő. Tehát magyarul egy nagypályás foci csapatot ki lehet állítani, meg még az ellenfeleit is. Mit tudok én kívánni nektek? Tényleg egészséggel mindenki használja minél többször ezt a telephelyet. Tudjunk nektek segíteni az egészségeteket, a gépeiteknek az egészségét megőrizni. És azt gondolom, hogy az itt dolgozó minden 24 kolléga azért dolgozik, hogy ellásson benneteket. Azt kívánjuk nektek, hogy minél többet keressetek minket, hogyha problémátok van, mert akkor tudunk majd nektek segíteni. És ehhez még egyszer mindenkinek jó erőt és egészséget kívánok.